Raktártűz Nyíregyházán több mint 7000 négyzetméternyi területen égtek az épületek a Rákóczi úton kedden délután. Cukorbeteg gyerekek tanultak főzni, brokkoli, krémleves és gírosztá volt az ebéd, uzsonnára pedig fagyi készült. Csalódott, de nem szomorú, hazatért az olimpiáról a nyíregyházi gyalogló Helebrant Máté. Egymáshoz épített raktára égtek teljes terjedelmükben kett délután Nyíregyházán a Rákóczi utcában. A tűz tovább terjedt egy kétszintes irodaépületre is, a lángokat így mint egy 7000 négyzetméteres területen oltották a lánglovagok. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy ember az épületben rekettőt a tűzoltók mentették ki és adták át a mentőknek. Az esethez 16 tűzoltó egység vonult, és összesen közel 70 hivatásos, 15 szabadnapos és 4 önkétes tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat. Az oltár szerdán is folytatódott. A tűz keletkezésének körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják több kilométerről is jól látszott a sűrű, feketén gomolygó füst Nyíregyházán kett délután. A hatalmas tűz egy a Rákóczi utcában lévő raktárkomplexumban keletkezett. A képeken is jól látszik, hogy teljes terjedelmében égett az épület, az arra közlekedőket vagy kíváncsiskodókat le kellett terelni az útról. A szirénázó járművek folyamatosan érkeztek, a 38-as főút városból kivezető szakaszát, így az autósok elől is lezárták a rendőrök. Kigyulladt több raktárhelyiség délután Nyíregyházán a Rákóczi úton. A raktárhelyiségekben ruhaneműket tároltak. A tűz tovább terjedt egy kétszintes irodaépületre is. A tűzesethez több járművel Nyíregyházáról, Kisvárdáról, Máté Szalkáról, Nyirbátorhoz Nyírbátorhoz érkeznek tűzoltóegységek. A tűzoltását a Katasztrófa Védelmi műveleti szolgálat irányítja. A lángok mintegy 7000 négyzetméteres területre terjedtek szét. A brutális tüzet 68 hivatásos, 15 szabadnapos és 4 önkéntes tűzoltó igyekezett megfékezni, akik 10 vízsugárral és habosított vízsugarakkal oltották a lángokat. Az egységek a lemezborítású raktárhelyiségeket roncsvágóval több helyen megbontották, majd munkagép segítségével az izzó, parázsló részeket szétszették. A tűz mellett lévő épületet kiürítették, azt 95 ember hagyta el. A tűzeset során egy ember az épületben rekedt, őt a tűzoltók mentették ki és adták át a mentőknek. Négy mentőegységet riasztott a Nyíregyházi mentésirányítása helyszíre, ahol a tűzeset következtében egy férfit láttak el a mentők könnyebb füstmérgezés és égési sérülés miatt, akit állapos stabilizálást követően Azonnal sürgősségi osztályra szállítottunk. A sűrű fekete füst miatt a Borsodi Katasztrófa Védelmi Mobil Labor a tűzeset helyszínén, valamint a környező utcákban is végzett méréseket, amelyek a lakosságot veszélyeztető mértékű káros koncentrációt nem mértek. Az oltás még másnap is tartott. A szerda délelőtt készült képeken még dolgoztak a nyiregyházi hivatásos tűzoltók a káreset felszámolásán. A jelentős anyagi kárt okozó tűz keletkezési körülményeinek megállapítására a vármegyei katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított. Családi összejövetel közben érkeztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságának pénzügyőrei egy nyírségi családi házhoz, ahol közel 40 millió forint értékben foglaltak le illegális dohányterméket és egy dohány A dohány betakarítási időszakban a pénzügyőrök szüntelenül monitorozzák a termőterületeket, köz- és mellékutakat, közterületeket, miközben adatokat gyűjtenek és kockázatelemzést végeznek, hogy megakadályozzák a dohány levelek fekete piacát. Jutását. Az egyenruhások ilyen módon figyeltek fel a nyírségi járásban élő 57 éves asszonyra. Augusztus másodikán váratlanul kopogtattak a nőházában, ahol épp családját látta vendégül. Az udvart és a házat is átvizsgálták a melléképületektől a járművekig, a szobáktól a pincékig. A fatárolóban parkoló után futóból több mint 500 darab fél kilogrammos zacskóba kiporciózott, vágott fogyasztási dohány került elő, egy másik melléképület bő pedig egy villanymotoros dohányvágógép. A házban további csomagok lapultak, az asszony azt mondta, hogy a házi trafikot ő gondozza a gyártástól egészen az eladásig. A beszerzési forrás nem árulta el, azt viszont elismerte, hogy a gépet a helyi piacon vásárolta. A pénzügyőrök összesen 270 kg fogyasztási dohányt, 257 kg szárított dohánylevelet és egy bágógépet foglaltak le, közel 40 millió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást. A négy napos hosszú hétvége záró napjára esik idén az államalapítás ünnepe, emiatt az ország számos településén már augusztus 16-ától várják ingyenes programokkal a közönséget. szabolcs már berek vármegyében van olyan település, ahol már 15-én elkezdődnek a rendezvények. A fókuszban a hagyományőrzés áll a gyermekprogramoktól, a sporteseményeken át a nagykoncertekig, számos programelemből válogathatnak az érdeklődők. Európa legnagyobb tűzijátéka volt tavaly augusztus 20-án Budapesten az államalapítás ünnepén, ami idén 2,4 milliárd forintból még nagyobbat durrana szervezők szerint. A fővárosi gigarendezvény mellett Számos településen ünneplik Magyarország születésnapját, szabolcs szatmár berekben is. A vármegyében van, ahol már csütörtökön indulnak a programok. Ibrány városa például augusztus 15-től egészen 19 ig vagyis csütörtöktől hétfőig szervezi programsorozatát. A sor kerékpárversennyel indul, péntektől pedig koncertek, főzőverseny és gyermekműsorok váltják egymást egészen hétfő estig. Csengerben a Csengeri Napok programsorozat sporteseménnyel indul 15-én. Az ünnepi programokat 16-án tartják a városban. Aznap Csenger központjában reggel 8 órától kezdődik a Zsigmondi vásár, délután fél négytől pedig a városi ünnepség a Szent István téren. Itt este 8 órától a Bagosi Brothers, majd tűzijáték és nyári parti is várja a közönséget. Augusztus 17-én szombaton a 24. Nemzetközi Szilva-Lekvár főző fesztivált rendezik meg Szatmárcsekén. A településen hagyományőrző csoportok műsorai és táncház várja a közönséget, de zenei fellépők is színpadra lépnek. A 15. Kántémus Nemzetközi kórusfesztivál eseményei is emelik a vármegye ünnepi program kínálatát szombaton 18 órától megyeszerte ingyenes koncerteket láthat a közönség, a vállai római katolikus, a tiszadadai református, a nyírbogáti görögkatolikus és a nagyecsedi református templomban. A Kórus Fesztivál vasárnapra is kínál csemegét, a találkozó egyik leglátványosabb és legszórakoztatóbb ingyenes programja a Folklórest. A koncertet a hagyományokhoz híven Nyíregyháza főterén tartják este 8 órától. A hosszú hétvége programsorozata hétfőn is kínál rendezvényeket. Új augusztus 19-én a Szent István napi sokadalommal várják a közönséget. A programok már reggel 9 kilenckor elkezdődnek a béketéren, ahol többek között Takács Nikolász és Ice MC is fellép a nap folyamán. Este 10 órától a tűz zsonglőrök produkciója, majd fél 11-től utcabál kezdődik. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kisvárda családi és gyermekprogramokkal vár mindenkit a Flórián téren. Máté Szalkán, Szent István király és az új kenyér tiszteletére rendeznek városi díszünnepséget aznap délután a Szent Péteri Zsigmond művelődési központ és színházban. Záhonyban kedden egésznapos rendezvényel várják a közönséget, az államalapítás ünnepén a 10. Nemzetközi Néptáncfesztivál programjait is kínálják az ideérkezőknek. Nagykállóban a Kálai kettős téren tartják a városi ünnepséget, ahol Sasvári Sándor és Léna ünnepi műsora és a Grácia Hegedű trió koncertjét követően tűzi játék is várja az érdeklődőket. Tiszavasváriban a találkozások háza előtti térre érdemes ellátogatni, este héttől kezdődik a kenyérszentelés, a napot Edda koncert zárja. A Sóstói Múzeumfalu idén is tartalmas hagyományőrző programokat kínál augusztus 20-án a látogatók bepillanthatnak az aratás lépéseibe és ízletes kemencés kenyeret is kóstolhatnak, sőt, a vállalkozó kedvűek meg is süthetik azt a gazdasszony gazda Kovászos kenyere versenyen. A családi programok 10 órától 18 óráig tartanak majd a múzeumfaluban. A vármegyeszékhelyen 18 órától a Váci Mihály Kulturális központban tartanak ünnepi műsort, este 8-tól pedig a Kossuth térre várják a közönséget. A Tortuga koncertje után 21 óra 30 perctől tűzi játék zárja a napot. Az Országos Tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan korábban elrendelt hőségriasztását szerda 0 órától harmadfokúra fokúra emelte és vasárnap 24 óráig meghosszabbította. A harmadfokú fokú hőségriasztás bevezetésére tekintettel szerdától vasárnapig a MÁV-volán csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosít. A másstart naponta 10 és 17 óra a között palackozott vizet oszt a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Nyíregyházán is. A volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között a népléget autóbuszállomáson és a Vármegye székhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain oszt ásványvizet az utasoknak. Az idei nyár szezonális ellenőrzés sorozatból a növényvédőszerek hatósági vizsgálata sem maradhatott ki. A nébik irányításával a Vármegyei Kormányhivatalok felügyelői összesen 224 ellenőrzést végeztek. A szakemberek egyaránt vizsgálták a termelőknél fellelhető és a forgalomban lévő növényvédőszereket annak érdekében, hogy megtalálják az esetlegesen hamis és illegális készítményeket. A szakemberek a 224 ellenőrzésből mindössze 6 esetben tapasztaltak hibát és indítottak eljárást hamis vagy illegális növényvédőszer forgalmazása, valamint felhasználása miatt. A hatóságok két vármegyében, Csongrád csanádban és Szabolcs-Szatmár berekben szabtak ki növényvédelmi bírságot. Előbbi vármegyében 500 ezer forint, míg utóbbiban 100 ezer forint volt a bírság összértéke. 14 egyes típusú diabétesszel élő fiatal vett részt a Nyír Diabet Egyesület főzőtáborában. A gyerekek rutinos mentorok segítségével tanulták meg, milyen ételeket fogyaszthatnak, azokat hogyan kell elkészíteni és hogyan kell kiszámolni azok szénhidrát tartalmát. A tapasztalatok szerint kamaszkorban ez a precizitás alább hagy, de felnőtt korban újra odafigyelnek az ételek mennyiségére és minőségére. Paradicsom, paprika és uborka a gyrosztál nélkülözhetetlen alapanyagai. Ezt készítették elő a lányok a nyír szület Egyesület háromnapos táborában. A hatállásos tankonyhában négy csapat dolgozott egyszerre azon, hogy cukorbetegek által is fogyasztható finom ebéd készüljön. Ennek része volt a brokkoli krémleves is. Én egyébként szeretem, igazából inkább levesbe szoktam menni. És most miközben készült a leves, megkóstoltad, jó lesz? Még nem kóstoltam meg, de szerintem meg fogom kóstolni. A tábor célja nem csak az, hogy a fiatalok fejleszék a főzőtudományukat. Elsősorban azért rendezik meg rendszeresen a főzőklubot, hogy az egyes típusú diabétesszel élő gyerekek megtanulják kezelni a betegségüket, és megszokják azt, milyen az, amikor valamit nem ehetnek meg, vagy nem akkor, amikor szeretnék. Például, ha magas a vércukor szintjük. Ennek mérésére ma már olyan eszközök is léteznek, amelyek pár percenként mérik az értékeket. Látjuk, hogy most magas az vércük, azt is látjuk, hogy szépen megy lefelé a tendenciája, tehát hogy reggeli után neki fölment igazából a cukor, és most pedig jön lefelé szépen. Tehát ezért nagyon szeretjük a szenzort, mert ha most vércukorból mérnénk, akkor látnánk egy tízegyet és megijednénk, hogy úristen, de magas. De most pedig igazából örülünk neki, mert látjuk, hogy szépen megy lefelé a vércukra, és igazából ezt most még nem is fogjuk kezelni, hanem még várunk vele, hogy még mennyire fog lemenni. Úgyhogy bízom benne, hogy ez még lejjebb megy. Ugye, Zsira? Korrekció nélkül! Bár most még túl pontosan számolják a gyerekek a fagyi szénhidrát tartalmát, a tapasztalatok szerint ez később alább hagy. Amikor kamaszok, akkor semmit nem tartanak be, mindent fölborítanak. Tehát egy nagyon, nagyon jól nevelt, nagyon jól kezelt, nagyon szabálytűrő, pici általános iskolás is kamaszként azért nem fog szabályt betartani. Tehát akkor jön a lázadó korszak, ez teljesen igaz itt is, és felnőttként pedig ugyanúgy vissza fognak arra állni és be fogják tartani a szabályokat. Tehát ez a tapasztalatunk. Nem könnyű elfogadni és megtanulni, hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel. Ezt azok a mentorok is megerősítik, akik a gyerekek mellett segítenek elkészíteni az ételeket. Én 11 éves voltam, 10 év vagyok cukorbeteg, és hát nekem kisebb korban nyilván nehezebb volt, mert láttam az osztálytársaimat, hogy ugye mindent megálltnak körülöttem, és úgy kicsit irigykedtem, de ahogy teltek az évek, egyre könnyebb volt igazából feldolgozni és nem éreztem azt egyáltalán utána később az iskolába se, hogy én valamiben hátrányt szenvednék, vagy valamiben kimaradnék. Az első ilyen nagyszabású táborban 14 gyerek vett részt, 7-től 13 éves korig. Bár ez a tanfolyam véget ért, a Nyírdiabet Egyesület rendszeresen szervez rövidebb főzőklubokat is. Az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt, így nem szomorúan tért haza Párizsból. Ezt mondta Helebrand Máté, aki a 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban. A nyíregyházi atléta a jövő évi Tokiói világbajnokságon mindenképpen szeretne ott lenni, a 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig később hoz döntést. Élete negyedik olimpiáján vett részt a gyalogló Helebrant Máté, aki a 20 kilométeres távon indult Párizsban. Mint elmondta, már a rajt után érezte, hogy valami nincs rendben, felment a vérnyomása, nehezek voltak a lábai, így a tervezett időtől és helyezéstől elmaradva a 44. helyen ért célba. Ennek ellenére nem csak negatív érzéseket ért haza Franciaországból. Az olimpia előtti felkészülés azt továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Sajnos az eredmény nem ezt mutatja, de mi tudjuk jó hogy milyen munkát végeztünk el, és hogy milyen formában voltam. Továbbra is csalódott vagyok az eredmény miatt, de szomorú nem tudok lenni, mert maga az egész olimpia az, az nagyon jó hangulatban telt. Hatalmas élmény volt, és hát igazából egész évben arra készültünk, hogy kiúsak. A, erre a Párizs olimpiára. Ez a cél, ezt sikerült, az már csak hab lett volna tortán, hogyha, hogyha olyan időt is, meg olyan helyezést tudok elérni, amit szerettünk volna. Ez most sajnos nem jött össze, de bízom benne, hogy a munka, amit elvégeztünk, az, az a jövőben majd ki fog fizetődni. A gyalogló mindenképpen szeretné megtalálni a várakozáson aluli szereplés okait. Nagyon sokat gondolkodtunk ezen, mert igazából mindent úgy csináltam, a verseny előtt, meg a versenys, is, ahogy, ahogy eddig szoktam, szóval semmi újítást nem csináltunk. Valószínűleg az lehetett a gond, hogy az előtte lévő magaslati edzőtáborból ö, hamar jöttünk vissza, és kevés idő telt el a magaslati edzőtábor és a verseny között. Ö, ez szokott problémát okozni, ezt még ki kell tapasztalnunk, ö, hogy mi az ideális ö, a magaslati edzőtáborozás ö, terén. Bizonyban, hogy jövőre ezt, ezt ki tudjuk köszöbölni, ezt a hibát. Poklavenszki József tanítványa több versenyre is eljutott Párizsban, így a helyszínen szurkolhatott a magyar sportolóknak. Szerencsére a verseny után még egy bőhetetként tudtam lenni. Nagyon sok magyarra találkoztam, Milák Kristóftól kezdve Szilárdjáronaig, nagyon sok, sok mindenkivel. Sikerült beszélgetnem is velük, ami hatalmas élmény volt. Volt a Attilával például több mint egy órán keresztül beszélgettem, főleg a felkészülésről, és nagyon sokat tanultunk tőle. Sikerült kijutni az atlétikai stadionba, ott szinte minden este tudtunk szurkolni a magyaroknak, és hát igazából maga az olimpiai falunak a hangulata, hogy több mint 7-8 ezer sportolóval együtt, együtt voltunk, az úgy hatalmas élmény volt nagy létszámú volt most a magyar csapat, ilyen szempontból szerencsés volt. Úgy néz ki ez az olimpiai falu, hogy minden országnak van egy külön több emeletes társasháza. Most itt két darab nyolc emeletes házról volt szó, és igazából ha csak beszálltunk a liftbe, vagy elmentünk egy étterembe, vagy kávézni, mindenhol összefutottunk magyarokkal. Van egy csapat, a csapatiroda is, és igazából tényleg jó volt hangulatt. A magyar csapat is jól szerepelt, szerencsére, és ez már alapból megadta a hangulatot. Máti szeptemberben még 5 kilométeren rajthoz áll a csapatbajnokságon, majd egy hosszabb pihenő következik. A jövő évi Tokiói világbajnokságon mindenképpen ott akar lenni a nyíregyházi gyalogló, arról pedig, hogy megszélozza a 2028-as Los Angelesi olimpiát, később hoz majd döntést. Egy döntetlen és egy veresség a szabolcs szatmár bereg vármegyei csapatok mérlege a futszál nb nyitó nyitófordulójában. Az ástúdió stúdió futszál Nyíregyháza 2-2-es döntetlent játszott Berettyóújfaluban, faluban, a Nyírbátori SC pedig 7-2-es vereséget szenvedett a haladás VSE otthonában. A Nyíregyháziak pénteken a haladást, a Nyírbátoriak pedig a kecskemétet fogadják. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban több egymáshoz épített raktár égett teljes terjedelmében keddél délután Nyíregyházán a Rákóczi utcában, mintegy egy 7000 négyzetméteren. A tűz tovább terjedt egy többszintes irodaépületre is. Az épületekben ruhákat tároltak, egy embert a tűzoltók mentettek ki. Az oltást a szabolcs szatmár vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányította. A helyszínre több városból összesen 16 tűzoltóegység érkezett. Egyes típusú diabéteszes gyerekek tanultak együtt számukra egészséges ételeket készíteni. A három napos tábor alatt megtanulták azt is, hogyan kell szénhidrátot számolni. A kisiskolás gyerekeknek tapasztaltabb cukorbeteg fiatalok segítettek a konyhai eszközök használatában és a számolásban egyaránt. Hazatérte az olimpiáról Helebrand báté. Annyira egyházi gyalogló az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt számára. Pokroveszki József tanítványa a jövő évi Tokiói világbajnokságon mindenképpen szeretne ott lenni, a 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig később hoz döntést. Augusztus 14-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb, csütörtökön este jelentkezünk majd ismét. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Csütörtökön fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, csak néhol valószínű záporzivatar. A légmozgás többnyire gyenge marad, de az ivatarok környezetében lehetnek átmenetileg erős, viharos széllökések. Délutára 32-38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.